volt-e Mátyás király idejében könyvnyomtatás Magyarországon? Vagy érdemes elmenni a Bécsi Nemzeti Könyvtárba, hogy a Zrínyi Miklós szigeti veszedelmét megnézzük? Vagy mikor jelent meg az első magyar nyelvű útleírás? Vagy Betlen Gábor arcképét meg lehetett találni valamelyik könyvbe, vagy esetleg a címerét meg lehetett találni valamelyik könyvbe. Nos, hát ilyen kérdésekre is válaszolni lehet a régi magyarországi nyomtatványok kötetei alapján. De a kötetek és az egyes tételleírások egy kutatási beszámolót is tartalmaznak, tehát hogy kik azok, milyen publikációk jelentek meg erről a bizonyos műről, a kezdetektől napjainkig. De vajon mindig el lehet -e dönteni, hogy egy nyomtatványt Magyarországon nyomtattak-e, vagy nem? Tehát itt kezdődnek a gondok, és itt kell még kutatásokat végezni ahhoz, hogy egy-egy megnyugtatóan helyhez kössünk. Borsa Gedeon sokat hangoztatott mondása volt, hogy az a cél, hogy egy tenyérnyi idegen nyomtatványról is meg tudjuk állapítani, hogy azt Magyarországon nyomtatták-e, és ha igen, hol, ki, mikor. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a kézműipari könyvnyomtatás korában nincs két egyforma felszereléssel dolgozó műhely. Minden egyes nyomda más-más felszereléssel dolgozik, vagyis ha látunk egy nyomtatványt, az elvileg elárulná, hogy hol nyomtatta, ki nyomtatta, mikor nyomtatta. És mindezt ugye úgy lehetne elérni, hogyha jól ismernénk mindazokat a nyomdákat és azoknak a felszerelését, amelyek Magyarországon adott időszakban működtek. Na most ezt szem előtt tartva Borsa Gedeon egy kis kutatócsoportot szervezett. Pavercsik Ilona, magam és Farkas Ágnes voltunk ebbe a kezdő csapatba. Teljes erővel belevetettük magunkat ebbe a kutató munkába, mert láttuk a, fantáziák fantáziát benne. Borsa Gedeon is teljesen belevetette magát lelkesen ebbe, mert ő viszont végre foglalkozni tudott az első budai ősnyomdásznak, Hess Andrásnak a kiadványaival, mindennek előtt a krónikával. És valóban olyan következtetésekre jutott, a betűtípus kutatás terén, ami egészen átrajzolta a hazai ősnyomdászatot és hez működését is, meg az egész krónikának a történetét is. A 90-es években a típus kutatáshoz csatlakozott előbb Berger Péter, és azután a 2000-es években Bán, Szilágyiné Bánfi Szilvia is, és így mi öten voltunk a gazdái a régi magyarországi nyomtatványok betűtípusainak és a könyvdíszeknek munkánk eredménye az a Hungária tipográfika nevezeti sorozat, amely négy kötetben megjelent az Országos Széchenyi Könyvtár és a Balassi Kiadó Jóvoltából. Arról van ugyanis szó, hogy el kell döntenünk, hogy valami Magyarországon jelent-e meg, vagy sem. Ehhez viszont csak úgy tudunk hozzászólni érdembe, hogyha ismerjük az összes magyarországi nyomdának a felszerelését. Ezt tudtuk mi megvalósítani ebben a Hungária tipográfia kötetben, amely tartalmazza a kezdetektől, tehát Hess egészen 1700-ig, beleértem mondjuk Tóthvalusi Kismiklós működését is, tartalmazza az összes általuk használt betűtípust, az összes könyvdísz, címet, térképet, illusztrációt, és mindegyiket méretű alakba. Bátran mondhatom, hogy ez is európai vagy világszinten egyedülálló. Amikor felkerültünk a várba, akkor itt egy egyszerűbe egy nagy termet kaptunk, ahol mindjárt elfértünk, és itt aztán tényleg nagyon sok alkalmunk volt tanulni Borsegedeontól, mert ami ilyen bibliográfiai, vagy könyvészeti, vagy bármilyen probléma fölvetődött, azt ő a maga következetes és nagy nemzetközi tapasztalatával elénk tárta, hozzászóltunk, megvitattuk el sem tudom mondani, hogy hány könyvtárral, hány levéltárral, múzeummal leveleztünk. Nagyon sok támogatást kaptunk a Széchenyi Könyvtártól, hogy kutató utakra menjünk, tehát hogy gyűjtsük a anyagot, akár a felvidéken, Csehországban, Erdélyben ugye katalógusokat vizsgáltuk át, kollégákkal jó kapcsolatokat alakítottunk ki, úgyhogy ez egy nagyon jól megszervezett munka volt, és az eredménye is megvan, mert végül is teljesítettük azt, ami ugye azért a 220 éves alapító alapítólevelünkben is benne van, hogy feltárni és publikussá tenni a magyarországi nyomtatott örökséget.